Arrogancia, a pimasság, a hazudozásnak egy olyan keverék, amit majd tanítani kell, hogy miért undorító jelen állapotában az a nyugati gondolkodás, ami megfertőzte Európát. Az, hogy a magyar miniszterelnök ö, ö, általában kiáll és patentmódon megvédi Magyarország érdekeit, azon nem kell csodálkozni. Amikor pedig orosz bérendséggel vádolják politikó ismét, Hát szerinted a politikó meg fogja említeni azt, hogy maga Putyin mondta, hogy ő nem tartja Orbán Viktort ö, orosz csatlósnak, orosz barátnak, tehát ő különösképpen nem így gondolkodik róla. Semmi nem igaz belőle valóban az a helyzet. Sajnos az sem igaz, hogy egyáltalán esélyes, hogy a, pénz, a nekünk jogosan jár a pénzünkhöz hozzájussunk, mert az a helyzet, hogy körülbelül most úgy néz ki a dolog, hogy amennyiben a biztosok megszavazzák, hogy elindulhatnak bizonyos pénzek Magyarország felé, az a pénz még sehol nincsen. Az a vérlázító, mint a nyuszikás viccben, hogy a végén azt a kérdést teszik fel, hogy van rajta sapka, vagy nincsen rajta sapka. Látszólag igazságszolgáltatási reformról folyt a vita, meg látszólag jogállamisági kérdésekről folyik a vita, vagy meg is a támadások a Magyarországgal szemben, meg gyermekvédelem, meg migráció, de aztán utána azt fogják mondani, hogy jó, de akkor Ukrajna. És akkor, hát, hölgyeim és uraim, hát eddig nem ezt mondtátok, hogy ez a problémátok velünk. Hanem az a problémátok, hogy ez, 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 ez adjátok ide a pénzt. Ja, hát akkor adjuk, adjuk tovább Ukrajnának. Miért is?